Családi kincsek sorozatunkban újabb családi tárgyakkal ismerkedünk meg itt a Nagytétényi helytörténeti kiállítótérben. Ezek a tárgyak nem csak egy család történetéről, hanem az emberiség történetéről is mesélnek, és hát Gyula bácsi tekintetében nem csak családi tárgyakról van szó, hanem itt az egész térség mezőgazdaságáról mesélő tárgyakról, mégpedig a szőlő és a barack termesztésről, ugye? Igen. Mi minden van itt ön körül, és hát mit kell tudni ennek a térségnek a szőlő és barack termesztéséről? Nagytétény az nem most indult a szőlőtermesztésbe, hanem mondjuk azt, hogy már a rómaiak idején is a rómaiakkal együtt jött a szőlőtermesztés ide, aztán ez folytatódott. Aztán, mikor kivonultak nagyot lépek, kivonultak a törökök, utána itt megindult újra az élet, aztán főleg, mikor behozták a svábokat Németországból, Ausztriából, akkor itten egy új életet vett föl a szőlőtermesztés, mert ők a maguk tudását is hozták magukkal. Milyen szerszámokat használtak a szőlőnél? Hát a szőlőnél ugye ősszel takarni kellett a szőlőt, a puhább helyeken használták az ásót, viszont Nagytétény Óhegyen, ahol köves vagy Ráczhegyen, ahol sóderos a talaj, ott használták a ásóvillát. Az ásóvilla az nem ilyen kicsi volt, azt gondoljunk bele abba, hogy az 30 centi volt, csak ezt annyiszor használt, olyan sokat éven keresztül használták, hogy már elkopott ennyire. Azt a mindenit. A születnek ugye voltak úgynevezett présházak, a présházak udvarán ott voltak edények, amiben tulajdonképpen nagyobb mennyiségben lányok taposták a szőlőt. Igen, erről és képeket és festményeket is látni. Igen, igen, hogy lányok taposták a szőlőt. Hát ezek, amik itt vannak, ezek olyan kis házi kerti, de ugyanez van nagyobb a szőlődaráló, vagy utána a szőlőprés, hát ez van több hektó nagyságú szőlőprés, sőt vannak olyan szőlőprések, azt hiszem a Záborszky pincében látható ilyen, hogy lovakkal hajtották körbe, nyomták le ezt a részt, hogy nyomták ki illetve a szőlőlevet a fürtökből. Tovább lépve elérünk a filoxéra vészhez. A filoxéra vész az kérem szépen 1863-ban lépett be Franciaországba, ezt a úgynevezett direkttermőszőlőkkel hozták be, 1875-re elérte Magyarországát, ugyanakkor a magyar minisztérium, földművelési minisztérium megalakította a filoxéra bizottságot, amelynek voltak filoxéra biztosai, és azokon a területeken, ahol szőlő volt, hegyvidéken, mert a filoxéra hegyvidéken pusztította ki a szőlőtőkéket, hát olyan 50-60%-ba pusztultak ki a szőlők, de volt olyan rész, például Nagytétényben Óhegyen, hogy mondjam azt, hogy a mostani utcát, mondom, a Szakiskola utcától a Bartók Béla útig teljesen kipusztult minden, egyedül szőlő foltok maradtak Ráczhegyen, Kislaposon, Nagylaposon. Tétényben lett a filoxéra biztos, Lechner Vilmos, ő ennek az úrnak 8 holt szőlője volt a Ráczhegyen, és kérem szépen ő vállalta a filoxéra biztos. Ő viszont arról törődött, hogy nem hagyja megállapítja, hogy hány tőke szőlő pusztult ki, hanem járt Franciaországba, Olaszországba, és onnan látta, hogy milyen őszi barack termesztés folyik ottan, és hozott vagy 40 féle őszi barackot. És ezt letelepítette a 8 holdján, ez volt a törzsgyümölcsös, inkább mondom, hogy anyagyümölcsös nagy Óhegyen, tehát Ráczhegyen. Mikor volt ez pontot? Ez 1895-ben. És 1890-től kezdve, kérem szépen, megindult ennek a őszibarasz fáknak a szaporítása. Elültették, ezért alakult ki
Nagytéténybe, a Ráczhegyen, a Kislaposon, a Nagylaposon, ilyen vegyes gyümölcsös, mert ott a szőlő még javarészt élt, de a köztesbe ütettek őszi barackot. Na most így kezdődött Nagytéténybe az őszi barack termesztés. Az őszi barack tavasszal kell metszeni, ez a úgynevezett váltómetszés. 1952-ben behoztak 6 darab ilyen formájú kést, nem kést, metszőullót. Édesapám vett belőle 2, ez egy olyan fekete vétel volt. És azóta is ezt használtuk? Nem, azt nagyon sokáig használtuk. Ezt meg lehet nézni, 1960-ban vásároltam Csehszlovákiába, és azóta ezzel dolgozok. Nem metszek vele sokat, most már, de valamikor 30 éven keresztül minden tavasszal havonta 1000 darab őszi barackfát vágtam. Tehát mondjam azt, hogy viccesen úgy szoktam mondani, itt vágtam és ide néztem, tehát ennyire benne vagyok még most is az őszi barack termesztésben. Az őszi barack Péter Pál napján kezd érni, az első akkori, most más, a Mayflower volt az első, utána az Amsterdam, Mariska, Ford, stb. Föl tudnánk sorolni így kapásból, vagy 15 fajta őszi barackot, amivel foglalkoztunk. És kérem szépen, az őszi barack szedése ilyen kosarakba történt, és van is nálam kép, amikor édesanyám ül és válogatja az őszi barackot. Ezzel a sablonnal? Ezzel a sablonnal. Igen, kérem szépen, ez a sablon arra szolgál, hogy az őszi barackot darabonként belerakjuk. A duplás átmérője 80 mm. Ás az 75, 70, és ez így megy sorba, és e szerint kellett ládázni. A ládázás az ezekbe a ládákba történt, kérem szépen. Ilyen ládába körülbelül 5 kg őszi barack fért be. Na most az őszi barack szedés háromféle áruszállítás volt, az első volt a belföldi, ami tulajdonképpen már másnap a piacon el lehetett adni. A második fajta az export, ez a, mind a két fajta ezekbe a kis ládákba lettek szépen egyenként belerakva, és a nyár második felében, inkább úgy mondom, hogy július közepétől érik a Ford meg a Champion. A Ford ez fél magbaváló, a Champion teljesen magbaváló. Én a régi fajtákat mondom, nem a mostani újakat. És kérem szépen, azokat már szedtük ipariba. Az annyit jelent, hogy fél élet, még élet se, csak éppen, hogy megkapta a színét, és kétszer ilyen magasságú ládába, tehát dupla magasságú ládába, abba belefér olyan 8-10 kiló. Azt csak osztályozni kellett a sablonnal, és berakni szépen nem kellett. Az úgy ment a vagomba, vitték a beváltó helyről, vitték a vagomba, ahol aztán, mint érdekesség elmondom, hogy 1930-tól egészen 1970-ig olyan 6 helyen volt a felvásárlás Nagytétény területén, és sajnos aztán 1956 után, 56 környékén, inkább így mondom, de 56 után, 57-től megindultak a területek eladása, felaprózódása. Például az a kert, ahol mi dolgoztunk, mi mindig bérleményekben dolgoztunk édesapámmal, az a kert, az 16 fele, vagy ahol például most élek, az a kert 3, hogy tiszta gyümölcsös volt, most 24 felé osztották el, és van, mikor megkérdezem a szomszédot, hogy tudod-e, hogy kié volt ez a telek, azt mondja, Józsi bácsitól vásároltam, de azt nem tudja, hogy előtte a Schindler Laci bácsiéké volt 30 éven keresztül.
akinek Gyula bácsival nincs alkalma ilyen hosszan beszélgetni, az jó, hogyha meghallgatja ezt a beszélgetést, és eljön ide a Nagytétényi helytörténeti kiállítótérbe megnézni ezeket a régi mezőgazdasági eszközöket. Egyébként meg azt gondolom, hogy ha Gyula bácsitól valaki kérdezni akar valamit, akkor azt megteheti telefonon is, meg még lehet, hogy a kertjébe is belengedi Gyula bácsi az érdeklődőt. Majd elmúlik ez a mostani állapot, nagyon szívesen látok minden, sőt, nem akarok dicsekedni, felfedeztek a Csepeli Kertbarát körvezetője egy kiállítás alkalmával, és mondjam azt, hogy 3 éve a Csepeli Kertbarát körnél minden márciusban tartok bemutatót kertbe. Tehát nem asztalnál beszélek, vagy ugyanezt el tudom mondani, hogy Baross Gábor telepi úgynevezett klubba, ami ott van fönt, a 16 utcában, Imre bácsi nevezettű klub. Kérem szépen, ott pedig március első kedjén szokok mindig tartani kis előadást, ismertetőt az őszi baraszkról, az almáról, mert almáról kevesen tudnak beszélni, és a szőlőről. Mindenkit szívesen látunk.